Simon Róbert Balázs Győr alpolgármesterének köszöntőjével kezdődött a 7. lengyel zenei fesztivál, amelyet ezúttal is a zsinagógában tartottak. A lengyel-magyar barátság ápolásának egyik fontos eleme a kultúra, ezért fontos ez a rendezvény is. Ugye van az a mondás, hogy lengyel-magyar vagy magyar-lengyel két jó barát együtt issza egymás borát. Ez a mondás, főleg az első része, a két jó barát természetesen arra vonatkozik, hogy a lengyelekkel, hiszen közös királyságunk is volt, vagy éppen az 1848-49-es forradalmi szabadságharcban Bem József tábornok, Dembinszky tábornok a magyarok oldalán, tehát a mi oldalunkon harcolt a magyar szabadságért, tehát évszázados, de mondhatnám évezredes azonosságtudat van és együttműködés. A koncerten többféle hangszeren játszottak a Liszt Ferenc Zeneiskola tanulói és a lengyel vendégek. Volt, aki zongorán mutatta meg tudását, mások pedig hegedűn játszottak. Abban, hogy milyen zeneművet választanak a tanulók, annyi kikötés volt, hogy lehetőleg kapcsolódjon a lengyel kultúrához. A legtöbben Chopint játszottak. A győri és a lengyel zeneiskola már évtizedek óta kapcsolatban áll egymással. Dr. Joanna Walawska főorvosasszony indította el ezt a mostani rendezvényt olyan formában, hogy csak a zongoristáknak volt versenyük. Ezt a versenyt fordítottuk át egy minden hangszernek lehetőséget nyújtó tehetséggondozó hangversennyé. És nagy örömemre szolgál, hogy most már nem csak a lengyelekkel, hanem a visegrádi négyek országai valamennyien képviselik magukat. A szlovák és a cseh zeneiskolás növendékek is bemutatkoztak a délelőtti koncertünkön. A lengyelek magyarországi látogatása előtt a győriek is többször felléptek már Lengyelországban, és feltehetően a jövőben is lesz erre lehetőségük.